Mária Pócs és Csíksomlyó testvérkegyhelyek. A testvérközösség életéből megörökített pillanatokból szerveztek kültéri kiállítást, melynek megnyitóján Kis András, a Hieroteusz Egyesület főtitkára köszöntötte a megjelenteket. A kiállítást a Hieroteusz Egyesület, a Hajdúdorogi Metropólia és az Unktisza Turszamos Egyesület hívta életre. A kiállításnak a lényege az, hogy egy kültéri kiállítás, bár most a kiállítás megnyitó beltérben vagyunk, de ez egy kültéren is kiállítható kiállítás, és következőleg Csíksomlyón fogjuk bemutatni. A célunk az, hogy minden olyan helyszínen, ahol ott van ez a kiállítás, Mária Pócs és Csíksomlyó az ottani közösséghez, mint turisztikai helyszín, mint zarándok turizmus kiemelt helyszíne, de mint kegyhely jelenjen meg, mint a magyar örökség fontos helye, és minél több helyre vigyük el Mária Pócs és Csíksomlyó közös üzenetét. A közös üzenet az az, hogy együtt megyünk a szűzanyához. Mi magyarok egy olyan ország, egy olyan nemzet fiai, amelyet az első királyunk Szent István felajánlott az Isten szülőhöz, egy különös kapcsolattal rendelkezünk a szűzanyával, és ez a kapcsolat itt Mária Pócson és itt Csíksomlyón egyaránt megjelenik, és ez egy, ennek egy lenyomata, ez a kiállítás. A két kegyhely közötti testvérkapcsolatról szóló szerződést 2022-ben írták alá, és azóta is töretlenül virágzik az együttműködés, mind a kegyhelyturizmus, mind a hitélet szempontjából. Egyrészt ez nem csak az örökségünk, hanem mi úgy gondoljuk, hogy a jövőnk is. Ezek a kegyhelyek, ezek a templomok, az itt lévő lelkiség. Azért fontos, hogy ez a kiállítás nem csak a kegyhelyek történetét, hanem a lelkiségét, az zarándok életet és a mindennapokat is bemutatják. Mi úgy tekintünk ezekre a kegyhelyekre, a Kárpát-medence kegyhelyre, hogy ezek a magyarság lelki erőművei. Azért vannak fizikai erőműveink szerte az országban, hogy energiát biztosítsanak a mindennapokhoz, fűtés, áram és így tovább. Mi ezeket lelki erőműveknek tartjuk, hiszen amikor a távolabbira, az örökkévalóra nézünk, amikor erőt gyűjtünk, amikor biztonságos stabilitást keresünk, akkor nyilvánvalóan ezek a helyek azok, amik segíteni tudnak. Így volt ez az elmúlt évszázadokban is, a magyarság történetében kiemelkedő helyet foglal, akár Csíksomlyó, akár Mária Pócs, vagy a többi nemzeti kegyhelyünk, hiszen ezek nem csak a közelmúltban váltak nemzeti kegyhelyi, hanem mindig is a magyarság szíve közepében voltak. A magyarság bármilyen tragédia, bármilyen nehéz helyzet is érte, mindig ide tudott fordulni segítségért. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye turizmusában a vármegyei közgyűlés nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a vallási turisztikai térkép az egész vármegyét átszelje és lefedje, és ennek központja Mária Pócs, mondta el Baracsi Endre, a közgyűlés alelnöke. Mária Pócs akkora fejlődésen ment keresztül az utóbbi időben, hogy most már valóban turisztikai célpontként is lehet, és kell is rá tekinteni, és innen megvannak azok az útvonalak, amelyek akár messzebbre, akár közelebbre nyúlnak, de mind-mind kapcsolatot teremtenek. Akár Nyíregyháza Mária Pócs között, akár Csíksomlyó Mária Pócs között, ezek mind-mind olyan zarándokokhoz köthető, vallási és turisztikai céllal bejárható kapcsolatok és útvonalak, amelyek nem csak fizikai értelemben, hanem lelki értelemben is létrehoznak kötődéseket és kapcsolatokat, és úgy gondolom, hogy ez a mai nap, ez a kiállítás megnyitó, ez pontosan ezt szeretné kiemelni, és ezt szeretné megerősíteni, és ebből szeretnénk kiaknázni majd vallásturisztikai szempontból is a lehető legtöbbet, de még egyszer kihangsúlyoznám, itt valóban a valódi lelki és fizikai kapcsolatokra építve. A kiállítás szövegei az ömében életképek mellett ismeretterjesztő szerepet töltenek be, érdekességeket tárnak a látogató elé.